Novak Zoltán vagyok, a budapesti Hold utcai református gyülekezetnek a lelkipásztora, német ajkúnak is szokták nevezni ezt a gyülekezetet, még mindig ez a hivatalos nevünk, de ma már sokkal inkább magyar nyelven, és néha két nyelven folyik itt a gyülekezeti élet. Ez a templom, ahol itt állunk, ez a Hold utcai református templom, ez 40 évig raktár volt. Ebből a raktárból, ez a mi gyülekezetünk nagy öröme, 2002-ben, majdnem 20 évvel ezelőtt újra templomot építhettünk, úgyhogy ez egy templomépítő közösség. A gyülekezetnek a tagsága is megduplázódott ebben az időszakban. Mi ebben a számában olyan gyarapodott, de mégiscsak kicsi közösségben, a legapróbb gyermektől, most is éppen baba-mama kör van, a legidősebbig mindenkit szívesen látunk, és együtt tudjuk dicsérni Istent, és együtt keressük a szolgálatnak a lehetőségét. Én magam is lelkész családból származom, édesapám, édesanyám az Iszákos mentő missziónak voltak az áldott lelkű szolgái, szolgatársai. A családból mind a három lánytestvérem az egyház szolgálatában áll a mai napig. A mi családunkban 5 gyermeket neveltünk, feleségem a 5-ös Loránd Tudományi Egyetemen tanít angolt, a legkisebb gyermekünk, fiunk, ő pszichológiát végzett a Károly Gáspár Református Egyetemen, a másik lányunk is ott végzett, van egy közgazdász lányunk, egy csecsemőgondozó és valaki, aki lovas terápiával foglalkozik, 8 unokánk van, ez a kisebb család, és aztán van még egy nagyobb család is, ez a gyülekezet, ahol most már majdnem 20 éve szolgálhatók, egy kis megszakítással, de a gyülekezetet soha nem hagytam el. Akkor, amikor államtitkár és miniszter voltam, akkor is rendszeresen vezethettem bibliakört és prédikálhattam, és a közéletben is próbáltam azt az ügyet képviselni, egyházunknak az ügyét, a Krisztusnak az ügyét, az Emberi Erőforrások Minisztériuma élén, amelyik minden embernek szól. Az egyházon belül és az egyházon kívül mindannyiunkat megváltásra hív, hiszen mindannyian megváltásra szoruló bűnös emberek vagyunk. Az egyházkerület életében egy választás az lehetőséget ad arra, hogy változzunk, hogy megújuljunk. Belülről is és kívülről is vannak jó dolgok, amiket tovább kell vinni, és vannak rossz dolgok, meg hiányosságok, amiket ki kell javítani, meg kell változtatni. Örülök neki, hogy az egyházkerület vezetésében lehetőség van a folytonosságra, hiszen Veres Sándor főgondnoknak még van egy ciklusa, ha őt támogatják, akkor és engem is megválasztanak, akkor bízom benne, hogy együtt tudjuk majd folytatni a jó dolgokat és kijavítani azt, ami nem helyes, és ebben a folytonosságban és megújulásban Isten dicsőségére és az ember javára tudunk szolgálni. A legfontosabb gondnak ma a lelkipásztori hivatásnak a kiszolgáltatottságát látom. Szeretném, hogyha meg tudnánk erősíteni a szolgatársakat. Ők engem, én pedig őket lelkileg, szellemileg, a belső elhívásukban, a külső elhívásukban, hogy szükség van rájuk, és hogy érdemes együtt szolgálni, és anyagilag is, mert bizony arra is szükség van. Fontosnak tartom, hogy a hitoktatást jobban csináljuk, egy jobb rendszer legyen, hiszen az iskolák azok nagy missziói lehetőségek, az országos egyház szolgálatában is nagyon komoly missziói lehetőségeink vannak, meg kell terveznünk együtt egy olyan megújulási programot, amiben a legkisebb gyülekezetnek és a legnagyobb gyülekezetnek is megvan a szerepe, meg a nagy intézményeinknek, a Betesda Gyermekkórháznak, a Károly Gáspár Református Egyetemnek. Mégis mindenek előtt a Jézus Krisztus által teremtett bizalom az, amit én a legfontosabbnak tartok, az, hogy újra együtt akarjunk és tudjunk szolgálni, lelkipásztorok, presbiterek, mindannyian Isten dicsőségére és a magyar református embereknek a javára.